A tervezett alapján az első tanítási nap szeptember 2-án hétfőn, az utolsó 2025. június 20-án lesz, a középiskolák végzőseinek pedig jövőre április 30-án ér majd véget a tanév. A két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban pedig 2025. május 30-án kell utoljára iskolába menni. A tervezet szerint az iskola szünetek a következőképpen alakulnak. Az őszi szünet október 26-ától november 3-áig, a téli december 21-től 2025. január 5-éig tart. A tavaszi szünet jövőre április 17-től 27-ig, a nyári szünet pedig 2025. június 21 és augusztus 31-e között lesz. A tanév első fél éve 2025. január 17-éig tart, az iskolák január 24-éig értesítik a tanulókat, szülőket az első fél évi tanulmányi eredményekről. Az őszi írásbeli érettségi vizsgák idén október 11-én kezdődnek, és október 25-éig tartanak majd. Az első kötelező tantárgy a magyar nyelv és irodalom lesz, ebből október 14-én vizsgáznak a diákok, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 7 és 11 között, a középszintűek 2024. november 18 és 22-e között lesznek.